sorra záratják be és büntetik meg a patikákat, elég döbbenetes ügyek kapcsán. Néhány kirívó ügyről van csak szó, vagy valami nagyobb baj van általánosságban a gyógyszertárakkal? Vendégünk Posgai Csilla, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet főigazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először is tegnap este még arról szóltak a hírek, hogy az egyik legfrissebben bezáratott patika, a Lánchíd patika, az annak dacára sem csukta be a kapuit, hogy készhez vették az erről szóló határozatot. Ez így van még ez a helyzet? Ez a helyzet már nem így van, illetve nagyon remélem, hogy nem így van. Tegnap délután az országos tiszti főgyógyszerész kint járt a patikában, hiszen mi is hallottuk ezeket a híreket, és ott érvényt szerzett ennek a határozatnak, tehát ők most bezárták a patikát, elhelyezték a patika ajtaján azt, hogy zárva van a patika, és nem nyithatják ki. Ezért külön büntetés jár, hogy a határozat készhezvétele után változatlanul nyitva tartotta? Természetesen, hiszen ilyenkor már engedély nélkül működtette a tulajdonos a patikáját. Most engedély nélküli működtetésért szintén jár bírság. Úgyhogy ezt az eljárást is le fogjuk folytatni. 45 millió forint bírságot kapott már a patika azzal az üggyel kapcsolatban, amiről majd mindjárt beszéljünk szintén, de akkor a dacos nyitvatartásért ilyen nagyságrendű, vagy akár ennél is nagyobb mértékű büntetés járhat még ennek a tetejére? Természetesen nem, tehát ennek azért a nagyságrendje nem fogja elérni a 45 millió forintot, de mérlegelni fogjuk azt, hogy tulajdonképpen miért, mennyire volt szándékos, mennyire tájékozatlanság okozta esetleg azt, hogy továbbra is nyitva tartott. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben is jár a bírság. És amiért alapvetően az egész bírságot kapták, meg a bezáratást, az vényköteles gyógyszerek tiltott exportja. Ezt laikusként elég nehéz elképzelni, hiszen ha én bemegyek a patikába, és vényköteles gyógyszert szeretnék, akkor vény nélkül meg sem kapom. Itt pedig állítólag külföldieknek valami fajta megrendelő lapra adta ki nagy tételben különféle egyébként potenciálisan akár veszélyes gyógyszert. Ez hogyan lehetséges egyáltalán? Hát ahogy ön nem érti, úgy én sem értem, hiszen ez teljesen szembe megy mindenféle szabályozásnak Magyarországon. Egyértelmű a patikák működésének a szabályozása, méghozzá úgy, hogy a patika kizárólag kiskereskedelmi forgalmat bonyolíthat le. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki egy külföldi megrendelő lappal, tehát akár egy cég, akár egy szervezet bárminek a nevében jelentkezik, akkor ez a minimum, hogy a patikus, amennyiben nem tájékozott, akkor kérdezze meg, hogy erre a megrendelő lapra, hogy kiszolgálhatja-e a gyógyszert. Nem. Egyáltalán értelmezhető az, hogy megrendelő lap egy patikában egy vényköteles gyógyszer? Nem, mi az egy megrendelő lap? A megrendelő lap, én is megnéztem, hogy hogy néz ki egy ilyen megrendelő lap, ez mondjuk egy A4-es lap, amin különböző gyógyszerek föl vannak különböző mennyiségben sorolva, és alatta pedig ott van egy külföldi megrendelő, tehát semmiféle... Hát én is egy ilyet a számítógépen. Nyugodtan, egyébként egy ilyen megrendelő lapnak utána is néztünk, hogy egyáltalán van-e mögött valami konkrét személy, vagy van-e mögötte egy konkrét intézmény, amely ezt megrendeli, nem mindig találtunk ilyet. Ha tehát valaki benyújtott ezek szerint gyakorlatilag egy ilyen sajtcédulát azzal, hogy ezeket és ezeket az egyébként vényköteles gyógyszereket szeretné, és akkor ezt a hatóságilag támogatott OEB finanszírozott áron a patika kiadta, vagy elküldte? Valahova külföldre? Átadta valakinek a patika ezt a gyógyszert. Egyébként nem mindig van így, tehát ez egy súlyosbító körülmény, hogyha valaki az OEB finanszírozást is igénybe veszi egy itt ilyen cselekménynél. Itt nem ez történt. Tehát, hogyha OEB finanszírozást plusz igénybe vesz, akkor ez az OEB oldala, tehát nekik is le kell, akkor majd... Akkor mi volt ebben az ekkora bomba üzlet? Mert a hírek alapján úgy lehetett értelmezni, hogy itt azért járhattak valakik nagyon jól, mert Magyarországon támogatott gyógyszereket szereztek meg ilyen módon, amit külföldi piacokon értékesítenek, ahol ezeket nem támogatják, ezeket a készítményeket, nem. Vagy olyanok számára, akik a támogatáshoz nem férhetnek hozzá. Nem erről van szó. Magyarországon ezek a gyógyszerek olcsóbbak, alacsonyabb áron szerezhetők be, mint külföldön. Na most éppen ezért van az úgynevezett paralel export tevékenység, tehát még ha nem is vesz igénybe azt az OEB támogatást, aki kiviszi ezeket a gyógyszereket, akkor is egy nagyon nagy árés keletkezik a
ennek az illegális kereskedelme kapcsán, tehát neki a haszna ott van. Van egy Magyarországon kilakított hatósági ár, ami olcsóbb, és akkor ezen nyerészkedik valaki. Ezt hogy feltételezheti egyáltalán egy patika üzemeltető, hogy egy ilyet el lehet vinni szárazon, amikor ezek szigorúan ellenőrzött termékek, tehát nyilván egy számítógépes rendszerben követik, hogy mi történik velük? Abban az esetben, hogyha az OEP finanszírozást valaki nem veszi igénybe, akkor az OEP nem látja, hogy azon az ágon nagy mennyiségű gyógyszer áramlik ki. Viszont a nagykereskedők látják. Tehát, hogyha a nagykereskedő például azt észleli, hogy egy-egy gyógyszerből úgymond túlrendelés van a patikában, az ő rendszerük annyira finoman beállított, hogy akár 1-2%-os eltérést is. Tehát a szokásos... És ilyenkor a nagykereskedő nem örül, hogy jó sokat eladott a termékből, hanem jelez önöknek, hogy itt valami gyanús? Eddig nem jelzett, most felhívtuk a figyelmüket arra, illetve nem mindegyik nagykereskedő helyesbitek, nem mindegyik nagykereskedő jelzett. Ugye, és volt, hogy, hiszen ez nekik is üzlet. Tulajdonképpen a nagykereskedő az árését ott realizálja, hogyha ő kiszállít a patikába. De hogyha azt észleli, hogy valaki mondjuk az éves fogyásnak egyszerre berendeli a 10 vagy 50%-át, tehát az országos fogyásra gondolok, nem pedig a patikára számított fogyásnak, akkor azért a nagykereskedőnél is megszólal az a vészcsengő, hogy itt valami probléma és van. És a vészcsengő előbb-utóbb nem szólal, mert pusztán attól, hogy nincsenek vények a vényköteles gyógyszer fogyása mögött? Kinek-kinek vérmérséklete szerint, ugye azért a hatósági ellenőrzések szigorúbbá váltak az utóbbi másfél évben. Korábban mivel a tiszti főgyógyszerészet az OGI-be, tehát az Országos Gyógyszerészet és Élelmezés Egészségügyi Intézetbe került, ezáltal a hatásköre kiszélesedett. Tehát ez az intézet tulajdonképpen a gyártóhelytől egészen a kiskereskedelemig követni tudja a gyógyszerek útját. Korábban csak a kiskereskedelmi forgalomra látott rá a tiszti főgyógyszerészet. Tehát az ő látókörükben nem voltak benne a nagykereskedők, és nem voltak benne az egyéb egységek. Tehát most próbálom lefordítani, amit mondott, hogy eddig a rendszer nem működött igazán jól, és ezért feltételezhették gyógyszertár tulajdonosok, hogy meg lehet úszni azt, hogy nagy mennyiségben exportálnak külföldre fű alatt vényköteles termékeket, de most jön a kutyára dér, mert hogy időközben átalakították ezt a rendszert, és most már föltűnik, hogy mi történik. Ez így igaz. Itt ebben az esetben milyen mennyiségű, milyen értéket képviselő termékekről volt szó, és egyáltalán milyen gyógyszerekről? A mennyiséget tudjuk, ez 6700 doboz gyógyszerről van szó, amit vény nélkül szolgáltak ki. Ennek az értékét csak becsülni tudjuk, tehát azt nem tudjuk konkrétan, hogy most ez mennyit ért volna az abban a külföldi kiskereskedelmi forgalomban, amiben szállták. Azt se lehet megbecsülni, hogy mekkora haszonra számított ebből. De megbecsültük, ennek alapján kapta a büntetést. Tehát 45 millió az a feltételezett haszon, vagy annak a többszöröse? Annál egy kicsit több, én úgy gondolom. Nem az a célunk, hogy ő a jogosulatlanul szerzett használtól megfosszuk a patikát, hanem az a célunk, hogy elrettentsük attól, hogy a jövőben ilyen tevékenységet folytasson, illetve megmutassuk a többi patikának is, hogy nem érdemes illegális kereskedelembe bonyolódni. Ugye nem ez az első patika, amit bezárattak hasonló körülmények között. Ez azt jelenti, hogy van egy-két ilyen eset, amikor valaki nyerészkedni akart, és most akkor meg is mutatják mindenkinek, hogy lássák, hogy ezt nem szabad. Vagy hogy éppen abból kifolyólag, amiről az előbb beszéltünk, hogy korábban a rendszerben ügyesebben el lehetett rejteni az ilyesmit. Itt lehet, hogy egy sokkal nagyobb léptékű problémáról van szó, és sokkal többeknek jutott az elmúlt időszakban eszébe, hogy így egészítsék ki a profitjukat. Azért meg kell, hogy védjem a patikusokat általában, tehát 2400 patika van Magyarországon, meg külön fiókpatikák és egyebek. Most ezeknek a túlnyomó többsége azért legálisan és jogszerűen működik. Ugyanakkor valóban azt tapasztaljuk, hogy vannak akár olyan láncba fölfűzhető, most nem patika láncokra gondolok, hanem több patika, amely mögött egy legális vagy illegális nagykereskedő áll, amely kiviszi a gyógyszereket az országból, és ez
ezzel gyógyszerhiányt generál, tehát azért ezt az oldalát is látnunk kell a dolognak, hogy nem tudjuk biztosítani akkor a gyógyszereket azon betegek számára, akiknek szükségük van erre, és akkor itt elmondanám, hogy daganatellenes szerekről van szó, antiallergiás, tehát allergiaellenes szerekről, véralvadásgátló szerekről, és pszichoaktív szerekről elsősorban. Ezeknél már egyébként konkrétan elő is fordult, tehát erre láttak bizonyítékot, hogy azért nem kaphatták meg az valódi magyar rászorulók, mert a patikák ezt közben eladták. Természetesen, igen. Tehát konkrétan a Láncid patikában például azért maradtak hoppon, vagy akár nem csak a Láncid patikában, hanem azért, mert ott kiáramlottak nagy tételben, ezért mindenütt kialakult egy készlethiány. Pontosan azokból a szerekből, amiket ott értékesítettek? Ez így van, és mivel a készlethiány is nálunk jelentkezik, tehát minden szál egy helyre fut össze, ezért mi azt látjuk, hogy valamilyen gyógyszerből indokolatlanul hirtelen hiány keletkezett. Most ez azt jelenti, hogy ilyen esetben természetesen gondoskodnunk kell a betegek ellátásáról, de más forrásból, más csatornán keresztül esetleg drágábban kell behoznunk ezeket a gyógyszereket. Az mennyiben a magyar hatóságok gondja, bár ettől egyébként még fontos kérdés, még akkor is, hogyha nem felelősséggel kevésbé tartoznak érte, hogy egy másik országban emberek majd hozzájutnak ezekhez az egyébként mindköteles és szigorúan ellenőrizendő és orvosi felügyelet mellett szedendő gyógyszerekhez mindenféle ilyen kontroll nélkül. Két különböző módja van azért ennek a paralel kereskedelemnek. Van egy legális és egy illegális formája. Mivel Magyarországon tilos patikán keresztül kivinni gyógyszereket, nálunk ez mindenképpen illegálisnak minősül. Azonban azok az országok, ahol jóval magasabbak a gyógyszerárak, ott a legális kereskedelemben is vannak paralel export, illetve náluk importból bejuttatott gyógyszerek. Ugyanakkor nagyon oda kell arra figyelni, hogy ezeknek a gyógyszereknek a beszerzési forrása mi, és milyenek a szállítási körülmények, hiszen mondjuk, ha csak egy olyan készítményt említek, amelyet 2 és 8 fok között kell tárolni, és mondjuk ezt a mostani melegben 30 fokon szállítják, akkor el tudja ön is képzelni, hogy tehát ennek a minősége károsul. Mi biztonságban vagyunk, amíg patikában vásárolunk, de lehet, hogy Nyugat-Európában van, hogy az ember besétál egy patikába, és ott véletlenül a Magyarországról ilyen körülmények között a 30 fokban szállított gyógyszert veszi meg, ami már nem is hatékony. Ez így van. Lesznek további bezárások? Lesznek. Nagyon közel a látóterünkben már vannak olyan patikák, amelyeket nagyon hamarosan be fogunk zárni. Ugyanakkor ott büntetőügy is lesz ennek a hátterében, hiszen olyan kategóriákba léptek, és olyan szabályokat sértettek meg, amelyek miatt a rendőrség nyomoz ebben az ügyben. Mi ezért nem hozzuk nyilvánosságra, hogy a nyomozás az nyugodtan folyhasson. Nem is kérem, hogy mondja meg, hogy hol, de hány ilyen patikáról lehet szó? Hát most a közeli jövőben 3-4 patikát fogunk bezárni, és azért vannak olyan láncolatszerű patikai események, amelyek miatt akár 20 patikára is sor kerülhet. 20 patika egy láncban, vagy több láncban? Nem egy konkrét láncra gondolok, hanem úgy, hogy ugyanaz a nagy kereskedő van a cselekmény mögött. Tehát ezek különálló patikák, amelyek egy nagy kereskedőhöz köthetők, már mint aki ezt a paralel tevékenységet. Maga a nagy kereskedő milyen büntetést kap? Nálunk a büntetési felső határ 500 millió forint, mérlegelni fogjuk, hogy ennek a bűncselekménynek mi lesz. És ha egy patikát bezáratnak, bezárathatnak egy nagykereskedőt is? Abban az esetben természetesen, tehát a nagykereskedőtől is a működési engedélyét ezt fontolgatják? Abban az esetben, hogyha indokolt, akkor igen. De most úgy látja, hogy erre jó esély van? Én úgy látom, hogy a nagykereskedő és a patika, tehát a nagykereskedő, amennyiben illegális tevékenységet folytat, akkor nem azt teljesíti, ami a feladata, tehát előfordulhat, hogy őket is bezárjuk. Köszönöm. Illetve megvonjuk az engedélyüket. Köszönöm, hogy mindezt elmondta.